Történelem viharában sok nemesi család hagyta el Magyarországot. Leszármazottaik a világ számos szegletébe szóródtak szét. A New Jersey-ben élő Katica Hír családja a Szentmiklósi és Óvári Pongrácz nemesi család magyarágának leszármazottai. Az utódok Amerikában is ápolják a magyar kultúrát. A legidősebb lány Katica pedig Magyarországra is visszatért, ahol a párját is megismerte. Jelenleg Krakkóban élnek. Elment a madárka, üresek a licka. Szóval én 18 évesen úgy döntöttem gimi után, hogy elmegyek Magyarországra egy évre, a Balassi Intézetre, ami külföldi magyaroknak van. Egy pár idősebb unokatásom oda járt, és gondoltam, hogy miért ne. Szóval úgy látogattam így 14-15 évesen párszor, de ott akartam élni egy hosszabb ideig. Az volt a tervem, hogy visszajövök Amerikába utána, de nagyon-nagyon tetszett Budapest. Az ifjú lány párját is a magyar fővárosban ismerte meg, akivel jelenleg Krakkóban élnek. Most a Google-nek dolgozom, és magyar kisvállalkozásoknak segítek az online marketing fejlesztésében. Katica már gyerekkorában megismerkedett a magyar kultúrával és a magyar hagyományokkal, a Garfieldi és a Passaiki magyar közösségek foglalkozásainak jóvoltából. A New Jersey-ben született lány ma is büszkén mesél ezekről a szervezetekről, amelyeket még a nagyapja és a család alapított. Mai napig is tart, igen, nagymamámék még ott laknak, ott a környéken. Ez mindig része volt a gyermekkorunknak, a minden hétvégénk az cserkészet, magyar iskola, magyar misére jártunk, volt egy ilyen magyar kórus csoportunk, ahol népdalokat énekeltünk, meg ugye templomi énekeket. Nekünk mindig a magyarság az nagyon fontos is volt, meg természetes volt, hogy ezt őrizzük. Ennek ellenére, hogy én meg a húgaim már harmadik generációs magyarok vagyunk ott. Lengyelországban Katica nagy kedvence a lengyel etnofolk, a Bratánki formáció, amelynek zenészei a magyar népdalokból is merítenek. A jóhangú magyar lány a pandémia előtt egy krakkói fonóklubban adott koncerteket, de szívesen énekel otthon is a párjának. Ezt a népdalt nagyon szeretem, és szerintem illik a hangjához, és szeretem, hogyha énekli. Az egyik szenvedélyem az a népdal, én nagyon szeretek énekelni, és igazából csak a népdalt. Nekem én ezt úgy szeretem, meg mindig is része volt az életemnek, ez is nagyon fontos a magyarságomhoz, ez a kultúra része. És találkoztam itt egy lengyel lányjal, aki Magyarországon is élt egy évet, de hogy ő ilyen nagyon lengyel népi fej, és ő tanított már nekem egy jó pár lengyel népdalt, én meg neki magyart. Ezt a dalt egy lengyel népzenész ismerősöm tanította nekem, Anya. Katica Hier a Szent Miklós és az Óvári Pongrácz nemesi család leszármazottja. Nagymamája bárónő volt. Ugye Amerikában az nem jelent olyan sokat, hogy nagymamád bárónő, vagy nem tudom, vannak ilyenek a családban. Hát én nem gondoltam volna, hogy Amerikában még élnek három generációs magyarok, akik tudnak még magyarul, és ezt ápolják. Én ezt Budapesten ismertem meg, ezt a légkört. Ez mindig fontos volt nekünk, van egy családi címerünk, ez érdekes volt nekem, mint gyerek, és mindig benne volt a fejembe, hogy hát huszárok voltak, ezredesek a felmenőink. A mai felvidéken, azt hiszem Trencsén megyében volt egy kastélyuk, amit még egyszer megnéztünk. Katica családi tradícióként fontosnak tartja, hogy magyar közösségeket szervezzen külhonban is. Lengyelországban párjával egy lengyel-magyar blogon dolgoznak, amelyet a lengyel-magyar barátság inspirált. Az ifjú pár egyik álma, hogy felkeressék azokat a lengyel településeket, amelyek egykor magyar lakta vidékek voltak.